reggel hétkor. Mi ez? Mi ez? Mi, mi ez ez a vettentő csengetés? Tűz van, ezek nyilván a tűzoltók. Szólni kellene az Erzsének, hogy olcsera a lámpát, biztosan meggyulladt a kredenc. Dehogy, hiszen ez a vekker. A vekker csönget. De hiszen akkor fél hét van már. Fel kellene kelni. Nem, de hiszen ez lehetetlen, hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma? Szerda, magyar-német mennyiségtanföldről torna. ez öt. Rendben van, akkor még alhatom öt percen. Magyar-német mennyiségtanföldről... Hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Ceruzával megvan már.

és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom, csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot, nem kell kapkodni. Meg lehet csinálni azt a felkelést, szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zíni se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól, ilyen idegbe. Persze, a harisnya az fontos, ha fel akar kelni az ember. De csak óvatosan, kedves Baer. csak óvatosan, így szépen lenyúl az ember a szék alá. Óvatosan felkapja a harisnyáját, így, behúzza szépen a takaró alá. Hú én minek dugjam azért ki a lábam. A nevetséges, itt is fel lehet húzni a takaró alatt. Na ugye, Csü! ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr, kapitány úr, léket kapott az ágy. Némó kapitány, mindjárt süllyed! Ezt be kell tömni. Hú, te jó. Na, hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt. Ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén túl vagyok. Most már csak a cipőjön és a ruha. Erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges. Úgyis beteg vagyok. Milyen tisztelt tanár úr, fiam, ma gyöngélkedése következtében nem vehet részt az előadáson tisztelettel Bauer Károly. Már ez nem valószínű. Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal. Már miért kellene azért fölkelni? Hm? Hát tegnap egyszer átnéztem részint, Úgy is mindjárt felkelek és megnézem, hát most már mindegy. Nem egységes. Egy oldal különben is az egész. Másrészt, de azonban gyengélkedem is. Nem csak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem, tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdni való van itt az ágyban. Ezt rögtön el kell intézni. Ezt a fekvést. Mert már 7 óra is lehet. Tehát Magyarországot délen határolja a Duna, és a Szerbia, és a romániai Dalmát, és a Szerbia, és Szerbia fővárosa, és a fővárosi Szerbia. Na, kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljem Bauer, mert magának felelnie kell, mert maga Szerbiából négyesre áll és az intő konferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer! Igenis, az intő konferencia ott ül már Szerbia határán, és tanácskoznak. Még csak a hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi Bosnia fővárosa Bauer, fogd be a szájadat, és ülj ide az ágyú mellé. Most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Magyarország határát. Hát jó, ha nekem kell megvédeni, hát adjanak mellém ezer kipróbált bajt. Mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik. Hajrá, hajrá derékfiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá! Na most! Hadaink már bent járnak Szerbiában. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Magyarország határát. Mennyiségtambor rosszul áll, az igaz. De húsz saslengést csinál a nyújtón, és mint fővezérnek, ez kell. Na, Bauer, hát akkor csak neki, édes fiam, foglald el Szerbiát, és még kijavíthatod a négyesedet. Jó, hát, bánom, úr. Tábornoki egyenruhám, megfelel? Így. Hát most... Utánom, fiúk! Maga Mákosi tanár úr, maga lesz a segédem. De vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját! Így! Üljön fel ide hátra lovamra, és kapja el, ha golyó jön. Majd adok én magán, ne tanárúr. tanár úr! Tanár úr, nem készültél? Hát mondd meg, tanár úr, mi a főváros a Szerbiának? Na no, nem tudod, Szerbia fővárosa Budapest, miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Üle tanár úr, négyet kapsz. Na, hát hol is van csak ez a Szerbia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. De nem találom. Tanár úr, nem találom Szerbiát. Hogy foglaljam el? Persze, hogy nem találod gazember, miután nem húztad ki tussal Magyarország határát a térképen. Hát most nem látni, hol kezdődik Szerbia. A katonák ott állanak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belelépnek a tusba, mielőtt megszáradt. No, megállt, ember Bauer, ezt te csináltad! Le a fejeddel! Le a fejeddel! Hóhér! Vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval! Jaj, jaj, hóhér úr! Én készült el, jaj! He, Erzsi! Erzsi! Na, mi az ifjúr? úr? Mi? Maga még az ágyban van, hiszen nyolc óra van már. A nagyságos úr már régen is ment a hivatalba. Jö, ezt elaludtuk megint. Jö, mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fent van.